Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! A válságok ellenére is erősödött és fejlődött Makó. Saját költségvetéséből újítja fel a temető járdáit a kiszombori önkormányzat. Április 20-án megtelik Makó és a főtér is motorosokkal. Cirbus Gábor választókörzetében folytatódtak hétfőn a városrészi lakossági fórumok, amelyen Farkas Iv Ázsibet polgármester kiemelte, Makó lehetőségeit jól mutatja, hogy 2014-ben egy 19 milliárd forintos fejlesztési tervet mutattak be a miniszterelnöknek. Ennél azonban jóval több forrás érkezett. A körzet képviselője televíziónak kiemelte, az elmúlt évek fontos célja volt a közvilágítás fejlesztése, amit mindenképpen folytatni kell ebben a városrészben is. A 7-es számú választókörzetben tartott városrészi fórumon Farkas Éva Erzsébet összegezte az elmúlt években megvalósult nagyobb fejlesztéseket. Mint kiemelte, a város közösségének összefogása azt is eredményezte, hogy Makó a 2019 után kezdődő, gyakorlatilag folyamatos válságok ellenére is erős tudott maradni, és stabil gazdasági helyzetet tud felmutatni. Nyilván ehhez nélkülözhetetlen volt az a rengeteg kormányzati támogatás, amit gyakorlatilag az elmúlt 10 évben megkaptunk. Emlékszem, hogy 2014-ben, amikor miniszterelnök úr itt volt a városunkban a kampány időszakban, és megkérdezte, hogy mire van szüksége a makójaknak, akkor egy 19 milliárd forintos csomagot, fejlesztési csomagot, tervet nyújtottunk át számára országgyűlési képviselő úrra, és hát nyilván mindannyian látjuk, hogy ebben a 10 évben nem 19 milliárd forint értékű fejlesztést kapott a város, hanem ennél jóval többet, és nyilván szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő időben is ugyanez a jó kapcsolat megmaradna. Cirbus Gábor közel 10 éve önkormányzati képviselője a 7-es számú választókörzetnek. Televíziónknak elmondta, rengeteg lakossági fórumon van már túl, és az ezeken kapott észrevételeket, javaslatokat igyekszik minél gyorsabban megoldani. A körzetében számos járda, játszótér újult meg, parkolók is folyamatosan épülnek, valamint a közvilágítás korszerűsítése is fontos cél volt számára. Ez a program egy jó program. Több szempontból is. Egy az, hogy a meglévő közvilágításunk a városban megérdemli, hogy lecseréljük és újabbra cseréljük. Itt a Szent István tér környezetében is néhány utcában ezt nem olyan rég megtettük. Nyilván egyrészt nagyobb fényerővel rendelkeznek ezek a lámpatestek, jobban megvilágítják a közterületet, valamint fenntarthatóbb, azért, mert nem kell olyan sűrűn ugye izzókat cserélni, és a fogyasztása is sokkal kedvezőbb. Jövőre, a jövőt illetően mindenféleképpen ezt a programot javaslom folytatásra. A fórumon résztvevők elsősorban közterületfenntartási és városüzemeltetési problémák megoldásában kértek segítséget a képviselőtől és a polgármestertől, de felmerült a nagy posta épületének rossz állapota is. Ezzel kapcsolatosan Farkas Éva Erzsébet elmondta, bár ez nem a város tulajdonában van, a felújítását mindenképpen szeretnék elérni. A kis posta üzemeltetésének meghosszabbításáról hamarosan személyes tárgyalásra kerül sor a Magyar Posta vezérigazgatójával. Ezen a találkozón erről is egyeztetnek majd vele. Nagyon rossz állapotban voltak már a járdák a temetőben, de a szükségesnél csak jóval kevesebb mértékű forrásra tudott volna pályázni az önkormányzat, ezért inkább saját erőből egy nagyobb felújításba vágtak bele, mondta el televíziónknak Szirbik Imre. A beruházás így a teljes szakasz kétharmadát érinti, a maradékra a későbbiekben próbálnak majd külső forrás szerezni. Több mint egy hete folyamatosan dolgoznak a szakemberek a kiszombori temető járdáin. A felújításra a saját költségvetéséből különítette forrást a település. A beruházással mintegy két hét múlva el is készülnek, tudtuk meg a polgármestertől. Nagyon rossz állapotban voltak a temetői utaink, amik ráadásul régen túl szélesre lettek elkészítve. Emiatt sok a négyzetméter, amit fel kell újítsunk, és most döntöttünk úgy, lett olyan saját forrásunk, amit erre tudunk fordítani, és ez bruttó 33 millió forintot tudunk most erre a 1025 négyzetméternyi járda felújításra, új járda készítésre fordítani.
Szirbik Imre televízióknak elmondta, természetesen először pályázati forrást próbáltak keresni, kiderült azonban, hogy erre a célra jelenleg a szükségesnél jóval kisebb támogatások érhetőek el. Ha nyernek is, abból a mostani felület mintegy 20%-ára futotta volna. Mindenképpen ezt szerettük volna, csak nincs temető felújítási források, amúgy 5 millió forintig lehetségesek pályázati források, és arra nem várhattunk, mert az arra nagyon kevés. Természetesen, ha lesz ilyen pályázat, azt is igénybe fogjuk venni, és akkor még azt, ami most nem készül el, azt a továbbiakban megcsináljuk. De a főbb útvonalakat, amin meg tudják közelíteni a sírokat, akár itt a ravatalozó helyet, azokat mind most föl tudjuk újítani. A település temetőjében az elmúlt években több más felújítást is meg tudtak csinálni pályázati lehetőségeken keresztül. A bejáratnál korábban egy urnafal is épült. Ebből a tervek szerint a jövőben egy újabbat is szeretnének itt megvalósítani. Április 20-án immáron második alkalommal rendezik meg városunkban a motoros napot. A programokról sajtótájékoztató keretében számolt be Hegedűs Dániel, a Makói Motoros Egyesület elnöke, és Barna Gábor, a Városmarketing irodavezetője. A tavalyi év nagy sikerének köszönhetően idén is nagy lendülettel vágtak bele a második Makói Motoros Nap megszervezésébe. Hegedűs Dániel, a Makói Motoros Egyesület elnöke megosztotta, hogy színes és változatos programokkal várják az érdeklődőket. Szokásos vezetéstechnikai tréning is a rendőrség által meg fog történni, illetve a szépségverseny, külön díjazott verseny is lesz, és lesz még egy Street Fighter, Herceg Balázs is, ő alias Bókus jelen fog lenni a rendezvényen, és elvarázsol mindenkit, ő világbajnok és magyar bajnok is egyben. A gyerekek is felvonulhatnak majd 11 órától járgányaikkal. Lesz továbbá decibelmérés 12 óra 30 perctől, valamint motoros szépség és lassúsági verseny is. Barna Gábor, a Városmarketing iroda vezetője továbbá kitért arra, hogy az Egyesület a tavalyi évben kereste fel Makóváros önkormányzatát a rendezvény ötletével, amely mellé álltak és szerencsére nagy sikernek örvendett. Így idén is közösen szervezik meg a programokat. Györfi Pál interaktív előadást fog majd tartani, emelte ki. Hát a tavalyi évben is fontosnak tartottam kihangsúlyozni, hogy ilyenkor az emberek, amikor előveszik hosszú idő után a motorjukat, ebben van némi szabadságszellem, de az mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy biztonságban legyenek, hazaérjenek, és jövőre is el tudjanak jönni. Így aztán azt gondoltuk, hogy ezt a komoly témát mégis egy kellően népszerű, de szakembernek a szájába adva hívtuk meg Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálatnak a sajtószóvivőjét, aki a balesetekről, azoknak az elkerüléséről, illetve ennek a figyelemfelhívásáról fog majd egy előadást tartani ezen a napon. Továbbá a gyerekekre is gondoltak, és zenekarokat is hívtak, hogy zenéből se legyen hiány. Itt a korona előtt lesz felállítva Tóbiás és Balambér névre hallgató ilyen kis gyerekkeresztpálya. Gondoltunk a gyerekeknél is egy kis motoros felvonulásra, kis lábbalhajtható motorokkal lesznek kézművesek, illetve ételitalárusok a Széchenyi téren, illetve felállításra kerül egy színpad, ahol hát a motorosokhoz híven rockzene fog szólni azon a napon. Lesznek Felvidékről, Kecskemétről, illetve helyi zenekari föllépők is, úgy mint a Big Guns, nekik van makói kötődésük, a dobosuk, ha jól emlékszem, a egyik helyi néptánc együttesnek a gyermeke, ők AC/DC-t játszanak, a Nova Prospect érkezik Kecskemétről, Romeo érzik Felvidékről, illetve az Over Dream, az pedig makói zenekar, ők fogják zárni majd az eseményünket. Lesz veterán motor kiállítás is. Elhangzott, hogy több mint 1000 jeleztek vissza előzetesen a rendezvény részvétele kapcsán. A szervezők a jó időben bíznak, hogy idén is egy igazán jó hangulatú, szezonnyitó találkozóra tudnak sort keríteni, reggel 9 órától egészen késő estig. Rengeteg tavaszi virágzású fának a pollenje van jelen a levegőben. Többek között a platán, a tölgy, a kőrüs és a nyírvirágpora jellemzően közepes, magas értéken van. Telefonos interjú keretében adott televíziónak tájékoztatást a pollen helyzetről dr. Bosnyákovics Tünde, a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály vezetője.
Évről évre hosszabb a pollen, így az allergia szezon is Magyarországon. Az időszaknak a kezdetét az aktuális időjárási viszonyok nagy mértékben meghatározzák. A szokatlanul enyhe tél miatt már februárban több allergén pollenje is előfordult a levegőben. A pollen naptár nagyon hasznos, megmutatja, melyik allergén növény mikor kezdi pollenjét szórni, emellett az interaktív térképek ennek mértékéről szintén naprakész tájékoztatást nyújtanak. Telefonos interjú keretében adott tájékoztatást dr. Bosnyákovics Tünde tiszti főorvos televíziónknak az aktuális helyzetről. 2024. 15. hetén rengeteg pollen volt a levegőben. Gyakorlatilag jelen vannak a tavaszi fák, tavaszi virágzású fáknak a pollenjei, illetve már olyan pollenfajtákat is észleltünk, amelyek rendszerint júniusban szoktak csak virágozni, ezek a fűféléknek a pollenjei. A barkás fák még bőven szórják a virágporukat, de ahogy mondtam, már egyéb pollenek is megjelentek. Nagyon száraz volt a múlt héten az időjárás, tehát már hajnalban a harmat sem kötötte meg a polleneket, ezért most nem lehet azt mondani, hogy hajnalban szellőztessünk minél többet, hiszen a pollen koncentráció már akkor is magas volt. Hozzátette, erősen allergénfa pollenjei közül jelen volt a tölgy, a kőr is, a nyír és a platánnak a virágpora, jellemzően közepes magas értéken. A platán pollenjeiből szerdán mértük a legmagasabb szintet, ekkor 332 darab volt köbméterenként. Szintén megjelent az erősen allergén csallán pollenje a levegőben. A hét folyamán folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott, vasárnap ért el a csúcsértéket, 121 darab volt köbméterenként. A közepesen allergén pollenek közül a ciprus és a tiszafafélék pollenjét észleltük. Ezek közepes koncentrációban voltak jelen, a legmagasabb érték szerdán volt, 48 darab. A gyengén allergén dió, eperfafélék pollen szórása közepes magas értéket mutatott, és azt észleltük, hogy pár szem már megjelent a hásfa pollenjeiből, jellemzően ugye ez is júniusban szokott virágozni. Dr. Bosnyákovics Tünde továbbá megosztotta, hogy milyen tünetekkel jelentkezhet az allergia, és pár hasznos tanácsot is elmondott. Vannak légúti tünetek, van az allergiás rinitis, az allergiás nátha, lehetnek szemtüneteink, kötőhártyagyulladás, viszketés, sőt, ekcémás tünetek is megjelenhetnek. Ami nekem nagyon bevált és nagyon fontos, hogyha sokat tartózkodunk szabadban, fúj a szél, akkor utána, amikor hazaérkezünk, ne csak a ruhánkat cseréljük le, hanem zuhanyozzunk le, és mindenképpen mossunk hajat, hiszen a hajunk az egy pollen csapdaként működik, és éjszaka, amikor alszunk, akkor rákerül a párnahuzatra, ahol megnőhet a pollen koncentrációja. Tehát nagyon fontos, hogy gyakran mossunk hajat, és cseréljünk ruházatot. A háziasszonyok nagyon figyeljenek rá oda, hogy takarítás közben a lerakódott porból is kioldódhatnak a pollenek. A szakember hozzátette, ha ezek a praktikák nem segítenek, akkor mindenképpen érdemes házi orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel konzultálni, hiszen antihisztamin tartalmú orr- vagy szemcseppeket, illetve tablettákat lehet szedni. Ahogy a világ változik, a környezetünk is változik, így évről évre egyre több új allergén jelenik meg. A modern életvitel és a sok új anyag, amely bekerül a környezetünkbe, valamint a környezetszennyezés mértékének fokozódása hozzájárul az allergiás betegek számának fokozatos emelkedéséhez. Április 15-én több mint 80 mázsa két nyaras korosztályú pikkelyes ponty érkezett Csongrád Csanád vármegye vizeibe. A Maros folyóba közel 12 mázsa hal került. A Tisza folyóba és a vízrendszeréhez tartozó Maros folyóba, a Körtvélyesi holtákba és a Mártai Horgász Egyesület által kezelt Mártai holtákba a hét elején összesen 80 mázsa két nyaras korosztályú pikkelyes pontyot engedett a Horgász Egyesületek Csongrád megyei szövetsége. A Maros folyóba a homokbányánál engedték vízbe a halakat, a folyamatról televíziónknak is sikerült felvételeket készítenie. Ez két nyaras pontyok érkeztek, ez 11 mázsa, 80 kiló volt az össz súlya, ezek átlagsúlyban 50 dekásak voltak, ami őszre már fogható állapotban, tehát akkorára fölnőnek, hogy akkor már fogható méretet érnek el. Hol nevelkedtek ezek a halak? Ez Kunhelyesen nevelkedtek, a Kunhelyesi tógazdaságban, és onnan lett reggel lehalászva, és onnan hoztuk most jelen pillanatban ide.
Mivel a Maros egy igen gyorsfolyású folyó, a horgászoknak jól ki kell ismerniük azokat a helyeket, ahol található hal. Azonban a vízmélység folyamatos változása a halak vándorlását eredményezheti. Egy része megmarad, ami bebír állni egy ilyen pangó részen, ahol nem folyik annyira a víz, a másik része elmegy főfele, ugye ő a sodrás irányja főfele megy egyenesen, tehát ő a vízzel az ára szembe megy, hát fölmegy Románia fele, általában ezeknek az 50%-a úgy körülbelül megmarad a Marosnak ezen a szakaszán, ahol be van rakva. Tehát lefele, mit tudom én, 10 km-re, 40 km-es szakasz ez tulajdonképpen, és most durván a közepébe raktuk bele. És akkor lemegy, mit tudom, 10 kilométert, meg fölfel is 10 kilométert megmarad. A Makói folyószakasz kedvelt helye a horgászoknak, hiszen a Maros egész évben kiszolgálja halakkal őket. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A válságok ellenére is erősödött és fejlődött Makó. Saját költségvetéséből újítja fel a temető járdáit a Kiszombori önkormányzat. Április 20-án megtelik Makkó és a főtér is motorosokkal. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról. Anyagainkat megtekinthetik a VTV Makkó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt az április 16-ai keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!